Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Hétfőtől sok, több millió munkavállalónak többet kell dolgoznia, kevesebb pénzért. Ezt mondják a szocialisták. Hétfőtől lép életbe, ugyanis az új munkatörvénykönyve. Gurnán Dóra vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm! Kiknek kell többet dolgozniuk kevesebb pénzért? Nyilván nem név szerint értendő, tehát hogy mely munkavállalóknak? Helyes a megfogalmazás, milliós nagyságrendet érint. Azoknak az embereknek, akik a mindennapi életüket gyakorlatilag kétkező munkával végzik, minden bizonnyal. Nézzük a dolog lényegét. A délutáns műszakpótlékokat megszüntetik, éjszakai műszakpótlékokat csökkentik. Tehát az olyan jogviszonyok keretei között, ahol ilyen tevékenységet folytattak az emberek, ott veszteseivé válnak a történetnek. De a munkáltató nem térhet el ettől? Eltérhet. Attól függ, mert hogyha állami kézben van, állami fenntartású a munkáltató, akkor paradoxon a helyzet. Érdekes a múlthoz viszonyítva. A múltban úgy volt, hogy van egy általános szabályozás a munkatörvénykönyve keretei között, és a kollektív szerződés keretén belül pedig ettől pozitívabban el lehet térni a munkavállaló javára. Most, hogyha állami fenntartású a cég, akkor ezt nem lehet megtenni. A kollektív szerződés keretei között sem lehet pozitív értelemben eltérni a munkavállaló javára. Például egészségügy. Állami fenntartású? Hát hogy nem? És eléggé jellemző is az éjszakai műszak, így a délutáni van, pontosan. Műszak. Tehát ezek az emberek mind-mind szinte kivétel nélkül veszteseivé válnak a történetnek, de van más példa is erre, a szabadság. Nem az, hogy most alapszabadság, pótszabadság, hogy 20 nap az alapszabadság és a idő előre haladtával pótszabadságot szerez, mennyire biztonságos hosszú távon, hogy ezek elveszítődnek vagy megmaradnak, hanem a szabadság idejére járó fizetés. Régen úgy volt, hogy a szabadság idejére az átlagkeresetnek megfelelően számították azt, amit kapott az ember, most majd távolléti díjat fog kapni. És a kettő között különbség van, mármint összegben? De nem a munkavállaló javára. Tehát kevesebbet fognak kapni a szabadság időtartamára. De miért kap kevesebbet? Azért, mert más a metódusa, a számítás metódusa. Nem névbeni változtatásra kerül sor, hanem az átlagkeresetbe beleszámított sok minden, nem csak és a havi fizetés, hanem jutalom és sok minden egyéb más. Még a távolléti díj tekintetében nem számít bele minden. A különbség az negatív, nem pluszos, tehát ilyen értelme kevesebbet kapnak a munkavállalók. De nem csak ezért kiszolgáltatottak. Most a Fidesz azt mondja a parlament falai között, hogy példaként, hogy a alacsony iskolai végzettségűeket segíteni kell, a hátrányos helyzetű térségekben élőket segíteni kell, 25 év alattiakat segíteni kell. Most mondom a példát. 25 év alattiak esetében egyébként nőtt a munkanélküliek aránya, tehát a utcán kezdők aránya az elmúlt két esztendőben. Nekik kínálja a 80%-os minimálbért, a pályakezdő minimálbért. De a hátrányos helyzetűek esetében azt mondta korábban, hogy közfoglalkoztatás a minimálbért kapsz. 60 ezer helyett 47-et, ami most már nem is ér 47-et, mert inflálódik. Most azt mondja a munkatörvénykönyv keretei között a halmozottan hátrányos helyzetű térségek irányába, hogy regionális minimálbért vezetek be. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az ország különböző térségeiben ugyanazért a munkáért lehet más bért fizetni. No, a hátrányos helyzetű térségekben vélhetően nem többet fognak fizetni, hanem kevesebbet. De vélhetően miért? Tehát a regionális minimálbért, ezt még itt senki nem tudta nekem elmondani, hogy mitől tartunk. Tehát a regionális minimálbér miért van benne a pakliban, hogy például egy hátrányosnak mondott területen vagy régióban alacsonyabb lesz, mint egy sok minden szempontból fejlettebb régióban. Azért, mert ezekben a térségekben a munkaadók, a munkát biztosítók, azok szorítottabb helyzetben élik az életüket. Nincs olyan piacuk, nincs olyan talán hatékonysággal felruházott hátterük, ilyen értelemben nehezebben tudják a hozamot megtermelni. Mit tesznek? Lehetőség szerint arra törekszenek, hogy minél olcsóbb foglalkoztatást biztosítsanak a maguk számára. Hát főleg, hogyha ehhez még mondjuk törvényi kereteket és lehetőségeket is kapnak, akkor nyilván ebbe az irányba mozdulnak el. De hozzáteszem, a kormánynak nem ezt kellene csinálni. De a regionális minimálbért azt nem egy-egy foglalkoztató alakítja ki, tehát azt valaki megszabja. Persze. Kormány határozatban majd eldöntik, hogy mondjuk arra a térségre vonatkozóan gyakorlatilag a minimálbér összege 10-20%-kal lehet keresni. De azt honnan tudjuk, hogy az alapján, hogy mondjuk van egy térség, legyen ez mondjuk a borsodi térség, ott nehezebb helyzetben vannak a munkaadók is, ezért alacsonyabb bérért foglalkoztatják a munkavállalókat, akkor ebből lehet, hogy
pont az sül majd ki logikailag, hogy na akkor itt emeljük a regionális minimálbért. Nem, mert nem tudják megfizetni. Nem, mert a tény adatok támasztják el azt, hogy ezekben a térségekben a munkáltatók a mai béreket is viszonylag nehezen tudják megfizetni. De pont ezért nem ezt az utat kellene választani, nem így lehet foglalkoztatásbővítést teremteni, hanem a kormánynak azt kellene mondani, hogy ezekben a térségekben járulékkedvezményeket, bérkompenzációkat, sok minden egyéb más teszek én, mint kormány. Az állam segítem azt a vállalkozót, aki ezekben a térségekben foglalkoztatás bővítést vagy foglalkoztatás fenntartást biztosít. Hát most 300 milliárddal segítik a szavakban. Vállalkozókat. Szavakban, két éven keresztül is történt ez. Szavakban segítettek, tettekben meg elvettek. Bele kell csak gondolni abban, hogy mondjuk az átlagbér alatti ember hogyan élvezte a Fidesznek a jóságát. Úgy élvezte, hogy adójóváírás kapcsán kivettek a zsebéből 5-15 ezer forintot havonta nettóban, miközben a tehetőseknek pedig oda tettek. Tehát a szavakban jó a kormánypárt, de a tettekben nem. Én azt mondom, hogy ha amit most mondanak két évvel ezelőtt a 2010-es költségvetés indításakor megtettek volna, akkor meghajtottam volna a fejem. Mert akkor igen, egy olyan úton indultak volna el, amit építeni kell. De két éven keresztül hiteltelenítették azt, amit most szavakban mondanak. A regionális minimálbérről egyáltalán tudjuk, hogy lesz. Benne van a munkatörvénykönyve. A lehetősége. A lehetősége, így van. Na de senki nem mondta azt, hogy már valaki bőszen írja a kormányhatározatot. Comba államtitkáról a parlament falai között beszélt róla. Ez engem már, hogy mondjam, nyugtalanná tesz. Ugyanúgy, mint a pályakezdők 80%-os nagyságrendű minimálbérről, az is 47-48 ezer forintot jelent. Tehát ha a lehetősége megvan, akkor azt gondolom, hogy az utat végig is fogják járni a tekintetben. Jó, de most még nem tudunk erről semmit. Hát annyit, hogy megvan a lehetősége. Hitelesítették, most hétfőtől hatályosul. A legnagyobb baj ott van, hogy a két éves tettek és cselekedetek abszolút módon ellentétesek azzal, mint amiről beszélnek ma is. Másik oldalról nézve az a költségvetés, aminek a kapcsán Matolcsi miniszter ígérget fűtfát, az a költségvetés tele van bizonytalansággal. 30%-ára nem én mondom, az állami számvevőszék mondja azt, hogy bizonytalan a bevételek 30%-a. Hogyan és miképpen akarja megvalósítani mindazt, amiről beszél. De azt mondja Matolcsi, hogy téved az ÁSZ, sőt nem végzett megalapozott munkát. Igen, hát az elmúlt két évben is az ÁSZ tévedett folyamatosan, és azok a tündérmesék, amiről ő meg beszél, azok meg megvalósultak. Annak a következménye az, hogy ma több a munkanélküli Magyarországon, mint volt két évvel ezelőtt, és a foglalkoztatás tekintetében gyakorlatilag az, amiről ők többletként beszélnek, a statisztikai többlet. Mert mondjuk a 8 órás foglalkoztatottak száma csökken, a gazdaságban foglalkoztatottak száma csökken, és eközben nő a 4 órás foglalkoztatottak száma, akiket statisztikailag ugyanolyan értelemben bevesz a rendszerbe. Egy szó, mint 100. Szavakban teszi, statisztikailag megpróbálja alátámasztani, az emberek közben meg bérveszteségeket könyvelnek el, megérhetési veszteségeket könyvelnek el. Hogyha olyan bizonytalan és olyan rossz ez a 2013-as évi költségvetés tervezete, akkor miért nem adtak be hozzá egyetlen egy módosítót se? Több mint 300 módosító javaslat érkezett hozzá, és egyet sem a szocialisták írtak. 508 módosítót adtunk be a munkatörvénykönyvéhez. De én meg nem azt kérdeztem, mit reggelizett. Be a mondatot. Igen. Csak azt akartam mondani, 508 módosítót adtunk be a munkatörvénykönyvéhez, egyetlen egyet sem fogadtak el. Most azt gondoltuk, hogy nem módosítókkal kell nekünk helyére tenni ezt a történetet, hanem az ősz időszakára egy alternatív költségvetést kellett tennünk az asztalra. Egy olyat, amely látható módon Magyarországon a munkavállalók azon többségének a javát szolgálja, akik kézzelfogható mindennapi tevékenységet folytatnak. És ezt kinek az asztalára teszik majd le? Nyilván a nyilvánosság asztalára fogjuk letenni. Nem hiszek abba, hogy a kormány e tekintetben majd magáévá kívánja ezt tenni. Nincsenek illúzióim, de azt gondolom, hogy mutatni kell, láttatni kell azt, hogy hogyan és miképpen gondolkodunk a jövő építéséről. Őszi alternatív költségvetést, ezt Szekeres Imre már legalább 5-ször bemutatta az elmúlt hónapokban. Az nem az volt. Nem. Azok különféle gondolkodások voltak az irányban, hogy hogyan és miképp kellene a gazdaság tekintetében előre mozdulni. Mit kellene tenni azért, hogy bizalom legyen Magyarország irányába, mert a befektetői bizalom is elment Magyarországról. Kiszámíthatatlanná vált az ország. Tehát akkor, amikor és Matolcsi azt mondja, hogy a hátrányos helyzetű térségekbe áramló forrásokat növelni kell, akkor meg kell nézni, mi történt az
elmúlt két évben, ezek csökkentek. Tehát nem beszélni kell róla, nem csinálni kell a dolgokat. Szekeres Imre ezeknek a téziseknek a hátterét rajzolta akkor. Most nem komplexitásában. Megfordítom az eddigi érvelésemet. Akkor, amikor akár a munkatörvénykönyvéhez, akár a tavalyi költségvetés tervezethez számtalan több száz módosítót adtak be, akkor én mindig feltettem azt a kérdést, hogy és minek? Hiszen úgy is tudják, hogy nem fogadják el. Akkor most fordítok. Hát most meg egyet sem nyújtanak be, alternatív költségvetés, értem én azt, de az ugye a nyilvánosságnak szól, az nem az országgyűlés tárgyalja. Hát innentől kezdve meg fogják kapni azt, hogy hát ha nem tetszik a költségvetés, akkor miért nem tetszettek dolgozni a munkahelyükön, miért nem tetszettek módosítókat benyújtani. Ezt már hallom a közlemény felolvasott szavát. Igen, tesszük a dolgunkat, de mint mondtam, másképpen, mint ahogyan tettük például a munkatörvénykönyve kapcsán. Azt gondolom, hogy mire odaérünk őszre, hogy mi a nyilvánosság asztalára tesszük azt, amiről beszéltem, addigra ez a koncepció már meg fog bukni, fel fog borulni. Gyakorlatilag tessék majd megnézni, hogy ahhoz képest, ahol ma vagyunk, milyen változásokat fogunk elkönyvelni az őszre ezen koncepció kapcsán. Hát remélem, hogy megérjük és meg fogom nézni, hogy a most elfogadott költség, vagy rövidesen elfogadott költségvetés is semmi lesz össze. Visszatérve a munkahelyteremtésre, ez a bizonyos 300 milliárd, amit már az előbb említettem önnek, hát ez kimondottan, hogy ezt a Fidesz frakció rendelte meg Matolcsy Györgytől, tehát ez kimondottan a foglalkoztatást segítő összeg, és a 300 milliárd az nagyon sok pénz. Hogyne, csak én megnéztem azt is, hogy a költségvetésben mondjuk hogy jelenik mindez meg. Munkaerőpiaci alapban két évvel ezelőtt volt 340 milliárd forint. Most 346 milliárd forint. Inflációt hozzáteszem, akkor ez nagyjából 280-290 milliárd forint. Tehát 50-60 milliárddal kevesebb, mint két évvel ezelőtt. Miről beszélünk? Megint csak szavakban hirdetnek igét, de tettekben semmi nem mutatkozik. Egy alapba megy majd bele ez a 300 milliárd. Hát ezek nagyon-nagyon komolyan meg vannak címkézve, hogy ilyen adókedvezmény, olyan általányadó, olyan nem tudom micsoda. Tetszett már látni elfogadott kormányhatározatot, parlamenti döntés, bármit e tekintetben? Hát tegnap jelentették be, tehát önök mindig azt mondják, hogy itten kapkod a Fidesz, meg egy éjszaka alatt megírnak nem tudom hány törvénymódosítást, hát ezt még csak tegnap jelentették, mert ne várja, hogy mára már kormányhatározatok meg elfogadott törvénymódosítások legyenek. Ettől kevésbé fajsúlyosabb kérdésekben egy nap alatt tudtak döntéseket szülni a parlament falai között. Én azt gondolom, ha két év nem volt elegendő ehhez, akkor az a felismerés, amelyért két évig könyörögtünk, járulékcsökkentést kell tenni, sok minden egyéb más kell tenni, és nem tették, akkor ez nem fog igazából bekövetkezni. Megint csak azt hiszem, a szavak szintjén fog megtörténni a dolog. Parciálisan lehet, hogy fognak hozni intézkedéseket, de generálisan az érintetteknek, a pályakezdőktől kezdve az 55 felettieknek, a hátrányos helyzetűeknek, az alacsony iskolai végzettségűeknek nem lesz megoldás. A Fidesz nem kínál nekik megoldást, nem ez az ő filozófiájuk. Ők a tehetősek irányába mozdulnak el, és azok, akik egyébként is kivetettek, száműzöttek, idézőjelvetettek, azok is maradnak. Na hát majd jól megnézzük, hogy kinek segített és kinek nem a 300 milliárd. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm, kész csak.